Önök a Svindlerek legújabb adását látják. Alex, Paul és Jess újabb csalásokat mutat berejtett kameráink előtt. Ezúttal a turistákat szabadítják meg a pénzüktől. A mai adásban Jess egy vagyont kaszál a virágok között. Egy font lesz. Michael Underwood tévésztár nagy áttörése. Okay. Mehet pénzben. És ezek a lányok nagy színjátékot láthatnak. Undorító. Kiborító. Paul a megtévesztő művész. Jess a szexis szélhámos. Alex a titkos trükköző. Svindlerek szabadságon. A műsor szereplőit valóban becsapták. Miután visszakapták a pénzüket, beleegyeztek, hogy a felvételeket bemutassuk. Így önök nem fognak bedőlni ugyanezeknek a trükköknek. Spanyolországban a malagai autóbuszpályaudvaron járunk dél körül. Ilyenkor utasok százai igyekeznek a buszokhoz, vagy épp most érkeztek a városba. Akármennyien is vannak, egy valami közös bennük. Mindnyájan csomagokat cipelnek, amelyek tömve vannak értékes holmikkal. Alexnél is van egy táska, de ő nem utazik sehova. Azért jött, hogy bemutasson egy olyan csalást, amellyel gyakorta szabadítják meg értékeiktől a gyanútlan turistákat. Következik a lopás a buszpályaudvaron. Először is Alex begyömöszöli a táskáját az egyik csomagmegőrző szekrénybe. Aztán vár. Angol beszédet hall, ami azt jelenti, hogy neki foghat a terv kivitelezéséhez. Ebből most pakoltam ki. Átadom. Sok szerencsét az árhoz. Nem jó a kulcs? Csak akad. Megmutatom. Majdnem lekéstem a buszt. Tényleg? Itt ütögettem. Ütögettem az oldalát. Próbáltam kiszedni belőle a kulcsot. Be kell rakni az érmét. Ide? Igen. Micsoda úriember, segít az akadó zárral. Fordítva. Berakjuk az érmét. Most zárva van, de a kulcsot nem tudtam kiszedni. Tessék. Remek. Köszönjük. Nem egyszerű. Ott van a táskája. Kösz. Köszönjük. Mindenki megy a maga útjára. A balekok boldogok, mert azt hiszik, hogy a holmiaik biztonságban vannak. Két órával később. Később visszatérnek a csomagjaikért. De a zárban már ott van egy kulcs. A táskának viszont nyoma veszett. Az esernyőm itt van. De a táskám és a többi... Eltettük a kulcsot. Nálam van. Csak az a fickó tehette. Hamar rájönnek, hogy egy egyszerű, de kegyetlen csalás áldozatai lettek. Nem akarok beszélni róla. Lássuk hát, mi is történt a csomagokkal. Amikor Alex megérkezett a csomagmegőrzőbe, először egy másik üres szekrényt célzott meg. Bedobott egy érmét, de a táskáját nem rakta be. Valójában csak a kulcs kellett neki. Tessék, ezt átadom. Az akadó zárról szóló meséje jó ürügy volt arra, hogy ő maga babrálhasson a zárral. Így lehetősége nyílt arra, hogy észrevétlenül kicserélje a két egyformának tűnő kulcsot. Tessék! Remek! A balek szekrényének a kulcsát a kabátja ujjába ejtette, és az üres szekrény kulcsát adta át nekik, amit addig a tenyerébe rejtett.
Az áldozatok semmit sem gyanítottak. A feladatot végrehajtotta. Két perccel később. Amint tiszta a levegő, Alex indul, hogy használja a kulcsot. A balekok ott felejtettek egy esernyőt, amiért bármelyik pillanatban visszatérhettek volna. Ezért Alexnek gyorsan kellett cselekednie, anélkül, hogy gyanút keltene. Ilyen könnyen ment. Ha felpattan egy buszra, többé nyomát sem látja senki. Elloptak tőlünk egy laptopot és Emma táskáját. Amikor idejöttünk, egy fickó azt mondta, segítek, mert akad a zár. Bepakoltuk. A kezünkbe adott egy kulcsot. Talán kicserélte vagy lemásolta. Angol volt és nagyon segítőkész. Nem tűnt rossz szándékúnak. Ezt persze sosem lehet tudni. Utazás közben gyakran kerülünk ismeretlen helyzetekbe, ezért hálásak vagyunk a segítségért. Sajnos előfordul, hogy az illető nem nekünk tesz szívességet, hanem saját magának. Örülök, hogy találkoztunk. Hogy mint? Pénzt nyerni édesebb, mint pénzt keresni. Búcsúzz el tőle. Pénzt nyerni egy hírességtől még annál is édesebb. Sírva fakadok. Ez tök jó. Lássuk. Következnek a híres fogadások. A svindlerek ma ebben a biliárdteremben mérkőznek meg Michael Underwood tévés műsorvezetővel, a Sztárok a jégen egykori szereplőjével. Korcsolyázni tudsz? Igen. Hogy megy a biliárd? Jobban, mint a korcsolya. Igen? Abban még semmit se törtem. Akkor ez egyszerű lesz. Remélem. Egy feladat vár rád. Tudom. Van egy tízesed? Igen. Nagyszerű. Egy pillanat, megvan. Remek. Egy tízes, kinek adjam? Alex elrendezi az asztalt. Amint látod, egy golflabda tartó áll a golyók között. Válasz fegyvert. Egyformák. Biztos? Nem tudom. Megvizsgálhatod. Válasz. Legyen ez. Jó. Ezek szerint ez az enyém. Halljuk a szabályokat. A golyók közé egy golflabdatartót állítottunk. A fehér golyót oda teheted, ahová csak akarod. Értem. Az a feladat, hogy egy lökésre fel kell döntened a labdatartót. Utána már nem igazíthatsz a golyókon, nincs második lökés, elsőre fel kell dönteni. Fel kell dönteni a labdatartót. Michaelnek tehát csupán annyi a dolga, hogy a fehér golyót bele kell lőnie a másik három golyóba, úgy, hogy a golflabdatartó felboruljon. Nem hangzik túl bonyolultnak. Túl egyszerű lenne svindlereink mai feladványa? Mindjárt kiderül. Tetszik, hogy megvizsgálod? Muszáj! Michael valamiféle csalafintaságot gyanít. Paul félkézzel felemeli az asztalt. Okkal értek az asztalhoz? Nem érünk hozzá. Na gyerünk! Helyes! Ez még nem pénzben megy. Még nem! Lássuk az első próbálkozást. Érdekes megközelítés. A siker elmarad. Talán a nyers erő segít. Talán erősebben kéne. Hátrébb lépek. Pokoli erőket hoz mozgásba. Még mindig semmi. Nem az erő hiányzott. Következik a dédelgetős módszer. Finomabban talán az a titka. Nem, nem az. A tartó megserezdül. Nekem ezt egyszer... Megpróbálhatom? Miért is ne? Egy próba. Jazz bebizonyítja, hogy a feladat lehetséges. A technikám nem túl profi, rég játszottam. Ne rebegtesd a pilláidat, nem dőlök be. Egyszerű lökés. Nem már. De tényleg, mindjárt meglátod. Látod? Egyszerűnek tűnik. Egy könnyed mozdulat. Ha azt mondod, hogy ezt te is meg tudod csinálni, ideje letenni valamit az asztalra. Pénzt. Pénzt. Innentől pénzben megy. Igen. Tehát pénzben. Hogy is volt az előbb? Oda akarod tenni? Igen.
Az előbb ott volt? Úgy teszek, mintha számítana. Ha szerinted nem számít... Miért számít? Csináld! Ez már élesben megy. Megingott, de nem nyert. Köszönjük! A labdatartó nem borult fel. Mi a titok nyitja? A helyes előkészítés. A labdatartó sosem fog felborulni, ha középen áll, és egyik golyóhoz sem ér hozzá. A golyók így csak egymást lökik félre, a tartót nem érintik. Amikor Alex Jess lökését készíti elő, egy leheletnyivel arrébb tolja a tartót úgy, hogy az hozzáérjen az egyik golyóhoz. Így menthetetlenül felborul. A Schwindlerek nyerő szériája folytatódik. Újabb híres tízes üti a markukat. Rendezhetted volna úgy, hogy a próba sikerüljön? Igen. Aztán elszúrom. Így csináltuk, csak nem löktél elég erőset. Elsőre sikerülhetett volna. Volt esélyem? Semmi. A folytatásban Paul megkaparintja a legdrágább üveget a bárban. Így jó lesz? Tökéletes. Elnézést! Ezek a lányok megtanulják, hogy a színház jegyet nem adják ingyen. Meggyőző volt a lány. Ha idén vakációzni készül és nem szeretne csalókba botlani, adunk néhány jó tanácsot, hogyan vigyázhat a holmiára. Utazási tippek. Mindannyian szeretünk szuvenírt vásárolni, amikor külföldön járunk. Íme néhány jó tanács, nehogy drágább legyen a vásárlás, mint szeretnék. Először is, soha semmit ne vegyenek olyan árustól, aki az utcán leszólítja magukat. Bármilyen csábító az ajánlata, ne tegyék, csak boltokban vagy piacokon vásároljanak. Ha már kifizetik az árut, ne veszítsék szem elől. Ha felajánlják, hogy becsomagolják, maradjanak ott, amíg megteszik. Gyakori csalás, hogy a kifizetett drága holmit az árus ócska kacatra cseréli, amit a vevő csupán otthon fedez fel. Tájékozódjanak arról, hogy milyen értékben lehet árut kivinni az adott országból. Ez az érték néha annyira alacsony, hogy a piacon olcsón beszerzett áru méregdrága lesz, miután kifizették utána a vámot. Ezen a nyüzsgő városi téren sok ezer helybéli és turista jár nap mint nap. Ideális helyszín egy olyan csalás bemutatására, amellyel a világ minden pontján találkozhatunk. Következik a bal szerencsés hangaszál. Jess munkához lát. A fegyvertára mindössze néhány szál olcsó virágból és a rámenő stílusából áll. Szerencsevirágot? Köszönöm. Egy font lesz. Rendben. Ajándéknak tűnik, mégis megvan az ára. Jobb, ha elfogadja, különben bal szerencse éri. Köszönöm, egy font lesz. Tűzzük ide, jól mutat itt. Kösz. Sok szerencsét. Ide tűzöm. A szerencsevirág egy fontba kerül. Ha akarja az ember, ha nem. Szerencsehozó hanga. Ki kell tűzni. Ha nem fogadja el, bal szerencsét hoz. Egy font lesz. Köszönöm. Szívesen. Jól mutat. Legyen szép napod. Köszönöm. Nagyon kedves. Köszönöm, viszlát. Egy font. Tényleg? Igen. Rendben. Szerencsét hoz. Ez a fickó szerencsés. Jess ugyanis nem azért árul virágot, hogy szerezzen egy kis aprót. Egy font. Az ártatlan mosolyú virágárus lány praktikái sokkal agyafurtabbak, mint azt a járókelők sejtenék, de hamarosan rá fognak jönni. Eltűnt a mobilom. Nem már! De komolyan, itt volt a zsebemben. Jess látszólag csak néhány virágszálat sózott rá a járókelőkre egy kis apróért cserébe. Valójában mindig olyan áldozatokat választott, akiknek könnyen hozzáférhető zsebük volt, amiben például egy mobiltelefon lapult. Adhatok egyet? Igen. Nehogy irigykedj. Eltűnt a tárcám. A karodon volt a táskád. Elnézést. A nyitott retikülök is ígéretesek voltak. A virág kitűzése jó ürügy volt arra, hogy bárkihez hozzáérjen, a tábla pedig eltakarta a jobb kezét, miközben kizsebelte az áldozatot. Viszlát! Itt volt az iPodom.
Kitűzöm, jól mutat. Kösz, sietek. Jól néz ki. Jól bizony, hisz egy MP3-as lejátszó. Szép napot! Végig a virág kitűzésére figyeltem. Lenyúlta a mobilomat, és fel se tűnt. Ez a hangoszál nem hozott szerencsét. Az a mázlista, akinek megmarad a pénztárcája. Az lett volna a szerencse. Ezzel a trükkel a világ minden táján találkozhatunk. A csaló olyan helyzetet teremt, amelyben sarokba szorítja az áldozatát. Egy szál virágot ad ajándékba, ezzel lekötelezi őt, majd annyi pénzt kérhet, amennyit nem szégyel. Ha az áldozat nem kér az ajándékból, akkor is kiderülhet, hogy közben a zsebeit kiürítették, és nem marad semmije. Ha valaki odalép önökhöz, és átad valamilyen ajándékot, önök nem kötelesek fizetni érte, bármennyire is nyaggatják, vagy akár átkokkal fenyegetik önöket. Ha valamit ajándékba adnak, azért nem kell fizetniük. Ez a klasszikus figyelemelterelő lopás, amit általában forgalmas utcákon, turista nevezetességeknél alkalmaznak. Ilyen helyeken legyenek még óvatosabbak. Húzzák be a táskájuk cipzárját, tegyék biztonságos helyre a tárcákat, különben amíg a virágáruslány eltereli a figyelmüket, valakinek a keze könnyen a táskájukban vagy a zsebükben kutakodhat. Nyaralás közben nincs jobb annál, ha az ember egy itallal a kezében élvezi a napsütést, pláne ha az az ital ingyen van. A svindlerek most bemutatják, hogyan lehet ingyen italt nyerni fogadással egy bárban az ismerősöktől. Az átverésnek az a trükkje, hogy a balek azt hiszi, biztosan nyer, de persze mindig a csaló a győztes. A baleknak nincs semmi esélye. Figyeljenek és okuljanak! A fogadástrükk. Egy gin tonicot kérek. Paul egy tengerparti bárban iszogat. De esze ágában sincs fizetni ezért. Fogadást ajánlok. Ez egy nagyon-nagyon drága bor. A bárban dolgozol, tudod az árát. Legalább háromszor annyi, mint a többi. Legalább. Mennyiért adnál egy pohárral? Úgy 8,50 körül. 8,50? És én vagyok a svindler. Tehát 8,50 az ára. Töltök egy pohárral. Köszönöm szépen. Ide is. Megkóstolom. És ide is. Szeretném kitölteni az utolsó cseppet is. Helyes. Mondhatjuk, hogy ez az üveg üres? Igen, nincs benne több. Így elég lesz? Tökéletes. Szerinted még hány cseppet lehet kisajtolni belőle? Ahogy ismerlek, legalább 20-at. 20-at? 13-at. 9-et. 9-13. Én azt mondom, hogy 100-at úgy, hogy nem öntök bele semmit. Annyi bor, nincs benne. Még 100 cseppet kinyerek ebből az üres üvegből, ha cserébe fizettek egy teli üveget. Rendben. Jó. Amihez már elő is készítettem a poharat. Sejtettem. Fizeted? Igen, lássuk. Rendben. Csak számoljátok a cseppeket. Segítenétek? Megtennétek, hogy ezt megfogjátok? Csak tartsátok így. Ide engednél egy fél percre? Így jó is lesz. Mehet? Egy, kettő. Látjátok? Majdnem 100, de van még benne egy kevés. És még egy kevés. Nagyon ügyes. Megint ő nyert. Ez kb. 200. Kicsivel több. Az két üvegbor. Ügyes. Paul ajánlata ellenállhatatlanul lehetetlennek hangzik. Paul a balekok szeme láttára facsarta ki az utolsó cseppet is az üvegből, mégis maradt benne annyi, hogy az újságpapírra több mint 100 csepp fröccsenjen. Minden a kéztechnikán múlt. Határozottan több mint 100, vagyis... Mivel tartozom? Abban az üvegben több mint 100 csepp van. A londoni Leicester Square-en járunk, ahol sok ezer turista fordul meg a kedvezményes áru színházjegyeket kínáló irodák sora előtt. A West End előadásaira özönlenek mind a helybeliek, mind a turisták.
Évente több mint 13 millió jegy kell el, darabja bő 70 fontért. Ha beszorozzuk, láthatjuk, hogy ez rengeteg pénz. Jess és Paul vidám estét tölt a művészetrajongó színházjáró tömegben. Valódi céljuk nem más, mint hogy megkaparintsák a szórakozni vágyók pénzét. Következik a nagy színi előadás. Paul és Jess a Leicester Square egyik bárjában ül, és potenciális balekokat keres. Elcsíptem a végét. Sikerült felvenned? Megérte. Például ezt a két lányt. Kezdődhet a játék. Mennyi az idő? Fél van. Elmenjek jegyet venni? Most kéne. Szerintem is. Menj. Itt van a sarkon, ugye? Igen. Viszel kabátot? Nem, melegem van. Nem kell kabát. Egyértelmű, hogy Jess az egyik közeli irodába indul színházjegyet venni. Két perccel később. Hello? Szevasz! Igen, nem, még Londonban vagyok. Mi történt? Paul telefonbeszélgetését elég nehéz nem végighallgatni. Jaj, öregem, nem hívnál valaki mást? A főnöke az. Lehet, hogy Paul mégse tud ma este színházba menni. Rendben. Jó, még el kell intéznem valamit, aztán megyek. Természetesen. Jól van, mindjárt indulok. Csak hát, mint sejthető, valaki már megvette a jegyeket. Hideg van? Mégis kellett volna a kabát. A Vivian Rock jó, 7:30-kor kezdődik, rengeteg időnk van még. Addig meg is vacsorázhatnánk. Nem. Nem vacsorázunk? Most robban a bomba. Várjunk, mi a gond? Munka. Munka? Most? Egy óra múlva. Próbáltalak felhívni, de... Nem volt nálam a mobil. Sajnos a jegyek nem visszaválthatók. Megnézzük a jövő héten. Mi lesz ezekkel? Adod a valakinek. Nem dobok ki 270 fontos jegyet. Rémes lenne, ha kárba veszne ez a két kiváló jegy. Talán nekik kell. Elnézést, nincs kedvük ma este színházba menni? Most derült ki, hogy mi mégsem tudjuk megnézni. Dolgoznom kell. Melyik darab? A We Will Rock You. A musical? Igen. Azt imádom. Igen? Igen. Állítólag jó. Fél áron kaptuk őket, darabját 34 fontért. Az nagyon jó ár. Nézzük meg! 60-ért a kettőt? 60-ért. Szinte ingyen. Hajlandóak ezek a lányok színházjegyet vásárolni két vadidegentől? Igen, szerinted? Van nálad pénz? Igen. Mi megnézzük a jövő héten. Mindenki jól jár. Tessék. 60. Köszönöm. A jegyek. Kösz. De jó, hogy pont itt voltatok. Mennem kell. Jess 60 fontért adta el a 68-ért vásárolt jegyeket. Köszönjük! Szívesen! Örülök, hogy el tudnak menni. Kösz! Jó szórakozást! Sziasztok! Viszlát! Jess visszakapta a pénze nagy részét, a lányok pedig egy remek este elé néznek. Hol itt az átverés? Hamis jegyekért fizettek 60 fontot? Dehogy! A jegyek valódiak, és erre az estére szólnak. Kedves lány volt. Tényleg rendes tőlük. A lányok azonban ma este nem fognak kedvenc musicaljük ütemére tapsolni, ami azt illeti, be se jutnak a színház épületébe. Lássuk, hogy miért. Jess a bárból valóban a jegyárusokhoz sietett. Ám nem lépett oda egyik ablakhoz sem, hanem a sarkon várakozott. Amikor két vevő kezükben a jegyekkel ellépett az ablaktól, a nyomukba eredt. Elnézést kérek. Jó estét. Most vették a jegyeket? Igen. Nagyon sajnálom, az én hibám. Itt dolgozom a jegyirodában. Olyan jegyeket adtak el önöknek, amiket le kellett volna foglalnom egy 20 fős csoportnak. Megfelelne, ha ezeket becserélnénk jobb jegyekre ugyanezen az áron? Ezeknél jobbat adna? Igen, a földszintre. Azok a legdrágább helyek. Ezeket visszakérném. Visszajönnének? A jobb jegyek reményében a balekok boldogan adják át jegyeiket Jessnek, akinek nem számít, melyik előadásról van szó. Minél népszerűbb,
annál jobb. Menjenek előre, jövök. Rendben. Ekkor látták utoljára Jazz-t és a színház jegyeiket. Visszafelé a bárba Jazz SMS-t küldött Paulnak. Ez volt a jel arra, hogy Paul eljátsza a képzeletbeli főnökkel való telefonbeszélgetést. Hol a lány? Nem tudom. Jazz csak nem akar előkerülni. A bódéknál a két vásárló pedig hamar megunja a várakozást. Az előbb voltunk itt, de egy nő elkérte a jegyeinket. A 20 fős foglalás miatt. Az eladó nem tud segíteni. Hívja a főnökét. Hogy nézett ki? Sötét hajú. Csíkos póló. Nálunk nem dolgozik ilyen. Ez egész biztos. A lányoknak szerencséjük van. Az eredeti jegyüket törölték, másikat kaptak azok helyett. Pénzt nem veszítettek, csak néhány percet az idejükből. Ugyanez nem mondható el azokról a lányokról, akik 60 fontot fizettek egy előadásért, amit nem fognak látni. A címe We Will Rock You. Hirtelen jött. Vettünk jegyet. Darabját 30 pontért, ami szerintünk jó ár. A lány a jegyiroda felől jött. Azt gondoltam, hogy visszajön. De nem. Meggyőző volt. A lányoknak elárultuk, hogy a jegyeket törölték, és így semmit sem érnek. Undorító. Ki túl felháborító. A csalók egyik alaptechnikája az, hogy áldozataikat váratlan helyzetbe hozzák. Előnyös ajánlattal állnak elő, csak követnünk kell az utasításaikat. Ők az utcán állnak, Jazz pedig csak az irodából érkezhetett, hiszen nincs rajta kabát. Ennyi kell ahhoz, hogy átadják neki a jegyeiket. Ők ugyan követelhetnek másik jegyet a jegyirodában, mi viszont teljesen eredeti jegyeket adtunk el a bárban lévő két lánynak. Ők, ha be is jutnak a színházba, a helyükön már ülni fog valaki. Ha valaki odalép önökhöz az utcán, nem biztos, hogy az, akinek mondja magát. Győződjenek meg róla, hogy ki az, mielőtt üzletelnének vele. Ha pedig valaki jobb árut kínál a már kifizetetnél, az eredetit csak akkor adják át, ha már megkapták a jobbat. Ha a jegyet vásárolnak egy vadidegentől egy bárban, megvan az esély arra, hogy a jegy lopott. Ha az áldozat jelentette a lopást, rendőrök fogják várni önöket a színháznál, ahol hosszan magyarázhatják, hogy került önökhöz a jegy. Az estét nem a színházban fogják tölteni, hanem a rendőrségen magyarázkodással. Inkább ne vegyenek jegyet ismeretlenektől. Akár otthon vannak, akár nyaralnak, mindig legyenek észnél. Az esernyő megvan. Így elkerülhetik ezeket az átveréseket. Van kedvük ma színházba menni? Narrátor Láng Balázs. Magyar szöveg Jó Eszter. Szerkesztő Lerner János. Hangmérnök Kelemen Tamás. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.